Kerek születésnapot ünnepel idén a Kossuth Díaz színművész és énekes Halász Judit. A művésznő gazdag életpályája előtt fotókiállítással tisztelegnek a Víg Színházban, az udvari kalaptól a Bella figuráig címmel. Kecskés Lila riportja következik. Mikor meghallottam, hogy ez az létező szakma, hogy valaki fölmegy a színpadra, és ott eljátszik egy szerepet, tehát az természetes volt, hogy akkor én is azt szeretném csinálni. Így lettem aztán azon gyerekek egyike, aki mikor megkérdezték a felnőttek, hogy mi leszel, ha nagy leszek, azt mondja, színésznő. Amikor mi elvégeztük a főiskolát, kötelező volt vidékre menni, én is Pécsre szerződtem, és Várkonyi tavasszal vendégnek hívott az Udvari Kalap című zenés Csiki Gergely megzenésített vígjátékának a szerepében, ahol olyan fantasztikus élményeim voltak, hogy Súlyok Mária volt a mamám, Bilicsi Tivadar a papám, az egyik legrégebbi partneremnek mondhatom ma már, Harkányi Bandit, meg Fonyó Jóci volt a közvetlen partnerem. A következő ősztől már a színház tagja aláírt szerződéssel csöppenhettem egy olyan előadásba, mondhatom, hogy a legiridlésre méltó kezdet volt, ugyanis Várkonyi volt a rendezője egy vígjátéknak, az Idővasfoga című csurkadaramnak, és Darvas Iván volt a partnerem, a másik partner Bárdi Gyuri. Darvas ugyanakkor került a színházhoz, akkor engedték meg, hogy a Víg Színházhoz kerülhessen az 56-os bűnei után, és együtt játszhattuk az első szerepet, mint Víg Színházi tagok. És a Latabár Kálmán eljött minket megnézni, Mezei Mária eljött minket megnézni, nem rám voltak kíváncsiak, hanem Darvasra. De miután én is sikeres voltam abban a szerepben, hát megmutatkozhattam, mint sikeres kezdőszínész. Nagyon elégedett voltam utána, mert csupa főszerepet játszottam. De nem csak én kerültem aztán a következő években, rengeteg olyan fiatal került, akik aztán törzstagjai lettek. Hát Tai Tóth Laci, Kovács István, a Tordi Géza, aki akkor már a szakmában volt pár éve, de ő is a mi csapatunkhoz tartozott. És játszottunk egy darabot, ami az egyik kedvencem azóta is, az a cím, hogy Trükk. Ez az angol dühös fiatalok egyik, Anne Jellicoe-nak hívták az íróját, és a Trükkben négyen játszottuk a szerepet. És úgy emlékszem vissza, hogy akkor kerültünk be igazából a Víg Színházba, mint egy új nemzedék, mint egy új korosztály. Szeretném a feladatlapos módszert a másik osztályban is alkalmazni. Én kivel rontod az ember kedvét? Örültem, hogy egy kis időre megfeledkeztem az iskolai dolgokra. Én szerettem filmezni, és nagyon szerettem, és nagyon sok barátom volt a filmesek között. Sőt, még egy filmrendezőhöz is mentem férjhez ráadásul. Úgyhogy vele is szerettem dolgozni, Szabó Istvánnal is szerettem dolgozni. Tényleg a legsikeresebb és legjobb szerepemet a Szabó István szerelmes filmjében játszottam. Ma Károllyal egy tévéfilmben játszottam, amiben őrületes sikerem volt. Egy kislányt játszottam, aki egy nagy sztárt kritizált egy levélben. És én egy olyan kislányt játszottam, aki mindig a szájába nyúl, amikor nagyon izgatott, és így megrázza, utána megnyalja a száját. És egyszer, amikor sok évvel később utaztunk Jugoszláviába, jött a kislánya a benzinkutasnak, rám nézett, és így csinált, hogy és elszaladt. Szóval ez úgy látszik, hogy élénken megmaradt néhány gyerek kebelében. Na, ne bőgjön, na kelljen föl szépen és menjen. Nagyon szerettem a gyerekeket mindig, de az első lemezemet csak én arra gondoltam, hogy én csak énekelni szeretnék. És találtam nagyszerű szerzőket, Bródi János, aki szerkesztette is az első lemezemet is, meg Tolcsvai Laci, és a magyar költők, akiket szerettem volna megtartani kicsit, úgy megtartani, hogy legalább egy kicsit megismerjék őket a gyerekek. Demeter. Buta volt, mint patökör. Eleinte mindenkinek az anyukája voltam, most már mindenkinek a nagymamája vagyok. Én úgy gondolom, hogyha mindannyian barátok vagyunk, és mindannyian igyekszünk egymást segíteni, és egymás gondolatait megérteni, az lesz a legjobb.
Azt gondolom, hogy addig színész a színész, amíg érdekli a mesterség, a hivatás, a világ, az élet, amíg kíváncsi, és amíg az ember nem veszi el a kíváncsiságát, és kíváncsiságát azokra az emberekre is, akik bejönnek a színházba, az addig tart, addig nincs vége. A színészi élet és az élet vége ott kezdődik, amikor az ember elveszi a kíváncsiságát.